Én viszont nem kaptam még meghívót. Pedig én küldtem meg a meghívót. Ja, hát igen. Na jó, élőben vagyunk. Sziasztok, srácok! Ez a verseny nem megnyerni lesz nehéz, hanem célba érni lesz nehéz, és természetesen ahhoz, hogy nyerjünk, ahhoz célba is kell érnünk. A kis rémmester. Legfontosabb kellékem egy ilyen eseményre, az megvan. Egy jó nagy pohár víz. Ah. Sasa. Már a Hell rég nem szponzorál engem, szóval nem tudom, mire gondolhatsz. Látod, hogy nincs itt már mögöttem a hűtő egy fél éve, meg a logó sem tüntetem fel sehol. Időmérő az mindössze egy egykörös időmérő lesz. És ugye Monakóban mennyire fontos az időmérő? Milyen Somogyi mondja, hogy Dani, csak miattad megvettem az F1 22-t, hogy tudjak veled játszani. Codemasters-től pénzt akarok. Hány játékot eladtam már vajon? Még tudjátok, kitől akarok még pénzt? A Logitech-től, meg a Transmasters-től. Hány kormányt beajánlottam már? Hányat? Csak 5%-ot eladásonként megkapnék a sok ezer emberből. És aztán felvásárolnám őket. És enyém lenne az összes tech cég a világon. Akimó van itt velem Discordon, nem tudom, hogy köszöntem-e már neked hivatalosan. De... szia! Sziasztok, szia Dani! Élőben hány futamot láttál már? Élőben, azaz, hogy kilátogattam, szerintem 8-9-et. Én is a te megjelenés előtti videód miatt nem tudtam neki ellenállni. Hát Tóth Benedek. Örülök neki. Elindíthatnánk a játékot. Formulavas, örülök neki. Tudom, hogy még nem történt semmi a live-ban, de már most verjétek szét a like gombot, hogy YouTube algoritmusai lássák, hogy csoda történik. Megvan még egy M4, Noel, de mintha ezt már megkérdezted volna kettő live-val ezelőtt is, és nem adom el az autómat minden nap. Láttam az új Williams-et, nagyon szép autó, bár a Williams az mindig ilyen, hogy a stúdiófényekbe bazi jól néz ki, aztán a pályán meg olyan meh. Menjünk! Játszani akarok. Az lenne a kérdésem, hogy ha fel akarom venni a kapcsolatot veled egy podcast kapcsán, akkor azt hol tegyem? Instagram, Facebook. Szia Dani, a kérdésem az lenne, te milyen profit használsz streamhez? Milyen profit? Profit? Én OBS, Progit akart szerintem kérdezni. OBS, Streamlabs OBS. Szerinted hányan fognak itt kiesni? Nem tudom. Szia Dani, az M4 eladó? Mindennek megvan az ára. 20 millióért igen, 12-ért nem. Menjünk! 19-ért is még eladnám amúgy, viccet félretéve.
írják, hogy milyen jókedvű vagy ma is. Monakóban voltam edzeni, és ezen a pályán nem lehet rossz kedvűen versenyezni, srácok. Pörögni kell! Szét kell szedni a pályát! És mit vennél a befolyt összegből? Valószínű befektetném, vagy egy lakás alapjának beraknám. Ha eladnám az autóm, akkor most egy ideig nem vennék komolyabb autót, mert azért nagyon sok pénz áll benne, ez azért túlzás, de... És ez az élmény autózás, ez maximum úgy megy, hogy jó esetben ingyen van vele, és mondjuk bukok egy kicsit az infláción az autó, de azért pénzt kifejezetten nem termel. Bár ha többet foglalkoznék vele, vagy jobban hirdetném, akkor jó lenne. De így ellavírozom vele. Nem ismerem Ámon Oliver Turbo és Suzuki Swiftjét, nem tudom az hány lóerő, de az én autóm sem gyári. Ha tud 6-3-at a Turbo és Suzuki Swift 100-200-ra, akkor respect. De abba azért nem ülnék be, hát 150 fölött, mert az egy papírdoboz és meghalsz. Ha bármi probléma adódik. Na megvan a 20 fős szerver. Formula Bazsi, most nem tudom miről beszélsz, vagy ironikus-e, vagy stb. Nem ismered az autómat egyáltalán. Elég sok dolog van foglalkozva vele. Ami fejlesztés a gyári állapothoz képest. Na, srácok, pörögjünk be, mert egy körös időmérő is Monakóban, ha valami számít, vagy ha valahol valami számít, az Monakóban a pályapozíció. És megkaptam a nap legelső támogatását Zsó-tól. Hahaha. Azt mondja, 19 millió kb-ban az asztalodon holnapra, de ennyiért sofőrrel kérem az M4-et, sok sikert, Dani. Hát, Zsói, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Jó. Gyorsan betöltöm a setupot. Ó, basszus. Láthatjátok is. Hú, Akimo, hajrá, Akimo. Soha nem mentem egy körös időmérőt. Srácok, ide bele kellett csöppenni rendesen ebbe az időmérőbe, hogy instant elkezdődött. Hagytam a körömbe vagy 3-4 tizedet, a sikernál például a rázókövet nagyon szerencsétlenül támadtam. De ami fontos, az megvan. A pól az megvan.
És... Gabot, Steve-et ki zárták, szóval érvénytelen lehetett a kör. Nézzük, hogy ők milyen kört mentek. Hát nem is ment Steve jó kört. Márton Rákos kevés, az üzemanyag sose volt. És szakadó esővel indul. A versenynek nagyon-nagyon nagy lesz az esős része. De nem múlik azon a pár kilón semmi, inkább hozok azért elegendő üzemanyagot. Mint hogy túl kevés legyen. Én csak mínusz fél körbe fogok kezdeni. Zsói, mennyi donét kell egy Alfa Romeo sapkához, ami általad van aláírva? Zsói, mint Borzsá. Vagy várj, Zsóá! Zsóá, bocs, csak a monitor messze van. Hát... Ha van egy, veszel egy Alfa Romeo sapkát, aláírom neked ingyen is, nem kell hozzá donét, ha valahol összefutunk. Nincsen fölösleges Alfa Romeo sapkám most nálam pont. Srácok, 54-es brake bias-szel mentem. Jó lesz ez a nyomás így. Jó lesz minden így. Hajrá, Kimu! A Kimu, hallasz engem? A Kimu, hallasz engem? A Kimu, hallasz engem?
Esőben azért komoly tempón van, 2 másodperccel vagyunk gyorsabbak, mint bárki. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there, you're doing well. Perfect situation, but I don't think we've got cause to move on to a different tyre yet. Gépmódon megyünk, srácok. Az a jó, ha minél hamarabb lesz egy busz kiállás nyerőnyom.
gap to your teammate behind is 51.3 seconds. Strategy available on the MFD. Megérte volna Interen rajtolni, de... Majd ha kijönnek mögülöm és első helyre térek vissza, akkor kimegyek én is. Check your MFD for a new strategy option. Yellow flag. Okay, clear. A new strategy available on the MFD. Inter van beállítva. Már körökkel ezelőtt jó voltam, hogy csak biztosan akartam pályapozíciót. Első helyre térek vissza. Úgy van.
like we're running on a dry track soon. Back to dry shortly. Okay, the rain should be ending shortly. We should see a dry line starting to form fairly rapidly, so make sure you cool your tyres down the straights. Inters seem to be the fastest tyre for now. Néhányan csak úgyni Hamilton 2016-ban. Egyből esős gumiról szárazra akarnak váltani. Ők a stint utolsó körében túl sokat fognak veszteni. Aztán arra fognak kényszerülni, hogy korán kiálljanak, és még a kivezetőkörök még közel feszíthetnek. Annyit kérek a kedves nézőimtől, hogyha tehetik, nyomjátok meg a lájkot, a nagyon sokat segít. Még ha nem is ez a legizgalmasabb verseny, szerintem azért sokan kívánták. Kíváncsiak voltak, hogy hogy néz ki Monakóban egy 100%-os versenytöréssel. Hát számomra szerencsére unalmasan, de nézni sokkal egyszerűbb, mint amilyen valójában is. Folyamatosan centikre medik a falaktól, beszélek is közben, és nem engedhetek még magamnak egy hibát sem. Green flag! Okay, looks like some of those puddles are clearing. We're still definitely on the right tyre for the time being, but we're probably not a million miles away from slick conditions. Ott annak úgy tűnik, be fog jönni a szövégére. Komoly.
Check your MFD for a new strategy option. Lehet menni a buszba. Okay, I think it might just be about time to come and change these tires. Ajjaj, Akimo benn van előttem, nem hiszem el. Bár... És orkúpot is cserélnek neki. Nagyon jó. Annyira jó, hogy itt tudok vele beszélgetni. Nem tudom, miért nem válaszol a Discordon. Tehát csak 10 másodpercet vesztettem. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Tök mindegy. Kezd tudom. Akkor... egy körrel később jövök. Ez annyira tipikus amúgy, hogy ilyen sok körös versenyből pont akkor megyünk magunkba, amikor nem kéne. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Behind us is 15.6 seconds.
Hát egy foton sérült. Rájöttem, sokat veszteni ebben a körben. De igen, magától sérülhetett, mert eddig. Eddig gyors volt. Fogok nyomni egy kör, persze. Mert mindjárt jön újra az eső. És akarom, hogy legyen egy jó leggyorsabb köröm. Most megyek egy olyan kört, amiben nyomom az erszet. The car behind has got a time penalty from the steward. Don't fight them on track for position. We don't want anything to go wrong here. Ez egy jó leggyorsabb kör volt. Tehát csak nem tudok kommentet olvasni. Ezt emeljétek már tele a csatod, légy szíves, ha rendben van minden magával a live-ban, hogy jó. Remélem nincs lak, remélem jó a hang. Kösz! Most nyomjátok így a lájkot is, ne? Az a durva, hogy még a harmadánál se vagyunk a versenynek. Pedig már most is úgy tűnik, mintha az örökké valóság óta versenyezni. Tehát ezt nem mondhatjátok, hogy nem nyomom. Ha nem jön a safety car, akkor le is körözhetünk mindenkit a mezőnyben. Tök király lenne, ha nem jönne. De szerintem valószínű kávé most kiabáltam el, és most fog bejönni egy percen belül. Elsőben, ahol nem voltak ilyen árnyékok, sokkal jobban látható volt a pálya. Thank you.
Srácok, Gab, hogy a fenébe vette el a leggyorsabb körömet? Látod, mit ragadt fel? Én nem is rakhatok fel azt ezekkel a guminyomásokkal. Szóval újra kéne töltenem az erszet, nem használni. Kicsit a gumikat is visszahűteni. Kell nekünk az a leggyorsabb kör. Green flag. So we're expecting rain in about 10 to 15 minutes. Okay, dry seem like the best tire for now. Azért nem érintem az alagútba a csúcspontot, mert belül nagyon puklis a pálya, ott elveszít, hogy 300 másodpercet az ember. Okay, don't worry about the car behind trying to overtake you, they've got a time penalty for the stewards. Jeff azt mondja, hogy azért nem kell aggódnom a mögöttem lévő autótól, ha meg akar előzni, mert van egy 3 másodperces büntetése. Véletlenül sem azért, mert 31 másodperce van mögöttem. Megkaptuk az első varningunkat.
Köszönöm szépen a kiemelt üzenetet. $10 Cségából, szép estét! Köszönöm! Hihetetlen, hogy mennyit segítesz nekem. Te vagy ezzel a nap támogatója. Expecting it in around 5 minutes. 5 minutes until the rain. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Most perc is elkezd esni. Nagyon meg kéne futni azt a leggyorsabbat. Közben meg annyit nem akarok veszteni, csak azért, hogy töltsem az autómat. Versenyidőben. Gap kiesett a sikernál. Okay, just managed the gap to the car behind. We're pretty sure they're going to get a time penalty. Egyszerre fékezek és nyomom a gáz, hogy töltsem az elsőt a következő utáni körben. El kell menni egy leggyorsabb körre. Okay, we don't think we're far away from rain now. I'll keep you updated as conditions change. Hát lehet, hogy egy körre leszámoltam és már el fog kezdeni esni. Nem tudom, hogy vette el abba egy gyorsabb kört, hogy lájtgumit ragadta fel. Most elkezd esni, akkor nem fogom tudni megfutni el egy gyorsabb kört. Erre a körre még nincsen elég elszem. Nem kellett volna csontoznom magam, de nem gondoltam volna, hogy Gab elveszi. Kiállt még egy új gumira, de jó, ha megvan ez az előny. Úgy vagyok vele, hogyha nem jön a safety car, akkor minél hamarabb körözzek le mindenkit. Hát el fog kezdeni esni. Ne gyere még eső, még 2 percért ne gyere, csak ennyit kérek. Még erre a körre megy a első. Megpróbálunk egy leggyorsabb kör. Hát.
semennyire nem kapadnál az egyéni az a baj. Elkezdett esni. Ja. Megszívtuk, srácok, ebben nem lesz egy gyorsunkkal. Na jó. Akkor az Gabi lesz ez az egy pont. Egy tizeddel ugye a leggyorsabb kör is. Ez egy csapatbajnokság, itt nem arról van szó, hogy itt egyénileg én vezetek. A győztes csapatot fogják díjazni, van pénz díjaz, és azt hiszem 120 vagy 150 euró gyűltesse. És minden pont számít, nagyon-nagyon szoros. Gakimó szerintem most sem fog tudni sajnos. Ki is mehetünk a boxba. Mehetünk is ki a boxba, szakad az eső, intergumi be van állítva. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Well. Hoppa. Más lett a karakterisztikája az autónak idősében. Bocs, bakker, le voltam útolva, most vettem észre, hogy miért nem hallasz, hiába beszélek hozzá. Hát én már 10 körön át próbáltam hozzá beszélni. Most néztem rá megint a laptopra, hogy kimentem a boxba. Én mondtam is, hogy a piros gumikat rakhatok föl, hogy el fogja menni a legjobb körödet. Aha. Leggyorsabb körödet. Hát és így is kevesebb, mint egy tizeddel sikerült neki. Ötvenkét másodperc elvezetek, úgyhogy most eldobtam. Ugye 6 másodpercet elbuktam mögötted. Azt észrevetted? Igen, észrevettem. De jó. Szóltam, hogy megyek a boltba. Csak ugye nem hallottad, mert nem voltam névítva. És most elbuktam újabb ötöt, mert újra töltöttem az erszem, de már pont a próbálkozásomban elkezdett esni az esélyt. De igen, de mondtam, hogy a vége is szárad lesz a versenynek. A legvége? Igen. Ez biztos? Úgy volt beállítva, igen. Én a light gumikat soha nem rakhatom majd fel, mert... mert nekem így is túlmelegedés határa volt a gumi. Plusz 8 klik gumival megyek. Utolsó előttiben. Itt vagyok újra mögötted, de... Ha simán át tudsz venni rajta, meg most leszek, ahogy észrevettem. Ez a harmadik kör, amit kapok tőled, ugye? Igen. Ez szép. Mondjuk, amelyet már voltam a boxba. Majd azért húzódj félre, mert tudod, bebegolhat simán ebben a játékban, bármi megtörténhet. Mindig félrehúzottam, csak még messze voltam, amíg nem akartam. Jaj, persze. Még ez is korai volt. Mindegy, mert Timbo következő versenyző, aki előttem van, ő egy körrel előttem mondta, hát esélytelen utolérni, ha csak nem történik valami nagy csoda. 11. vagy? Igen. Thank you.
Okay, so the gap to the car behind is 56.3 seconds. Conditions are only getting worse. Watch out for standing water. The rain's getting worse. Be very careful. Inters are the best tyre for now. Csak kis ideig lesz extrém eső újra, szóval szerinted nem kell majd kiállni. De nem kell majd kiállni elsős gumikkel, nem, mert utána elkezd majd száradni. És addig el lehet lavírozni az interen. Szerintem nem. Szerintem ki kell majd állni fullvetér. Mindegy, nekem nem múlik ezen, én azt fogom csinálni, amit mond a játék. Már egy perccel vezetek a második előtt. Ki a második? Attila. And we're still happy that we're on the right tyres at the moment. Oh yeah. Hoppá! Hozzáértem kicsit a falhoz, a jobb hátsómmal. Our gap behind is 59.3 seconds. Itt van előttem a dobogó, mindjárt lekörözöm őket.
Ez egyik a konyakban akkóban, ez a szaros játék. Attila már csak az egyetlen talpon maradt legény a vidéken, akit nem köröztem le. Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that. Inters seem to be the fastest tyre for now. Következő körben kijövök szerintem a boltba. A boltam ki. Attila, most körözött le engem. It's still not a perfect situation, but I don't think we've got cause to move on to a different tire yet. Strategy available on the MFD. Kívülünk a boxba. Ja, mindenki kimegy. Kommentet olvastam, azt el is felejtettem megnyomni azt a cuccot. A fantastic stop, faster than we were expecting. Don't worry if the car behind tries to overtake you, they've got a time penalty, it'll come back to us.
rain's getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. Fölösleges volt kiállni. Teljesen fölösleges, aki volt egy szóval. Miért? Hát azért, mert már most újra jó lesz az Inter. Már ebben a körben újra jó lesz. Vesztettünk 40 másodpercet, ott semmiért. Visszanyertünk max 10-et a pályán. Amúgy azok a kommentelők, remélem, hogy elgondolkodnak, akik azt írják, hogy nem vagyok már olyan jó, vagy nem vagyok a Magyarországon a legjobbas között. Még hogy minek sztárolnak engem, remélem, hogy ez a futam realisztikus képet ad arról, hogy mekkora különbség van felfogásban, konzisztenciában és nyers tempóban egy e-sportoló és a többiek között. Monakóban mindenkinek kört adok. Úgyhogy itt volt Steve is, itt volt Foton is a mezőben. Két legsikeresebb Challengers versenyző. És nem érdekel, hogy kinek mennyire fontos ez a verseny. Pont nekik kéne minden ilyen futamot megnyerni. Próbálkozni, gyakorolni. Mert én aztán nem gyakoroltam többet itt senkinek. 20 perccel a verseny előtt kezdtem el. De azért gyakoroltam, nem felkészültem, hogy jöttem, meg tegnap tétéztem este egy órát. Úgyhogy van szerződésem, semennyire nem számít, mégis meg akarom nyerni. És akinek nem ilyen a felfogása, soha az életben nem lesz e-sportoló. Aki egy ilyen mezőnynek nem tud kört adni, az nem lesz e-sportoló. Nincs kifogás, hogy miért nem. Látjátok, frusztrált vagyok azért is, hogy elvesztek 5 másodpercet. Úgyhogy közben vezetek 1 perc 20 másodperccel. Frusztrált vagyok, hogy fölöslegesen kimentem a buszba. Ezeket a körülményeket megjegyzem és tanulok belőle, és ha ez a szenárió előjön egy éres versenyen, nem fogok kimenni a buszba. Akimó versenyben vagy még? Igen. Pár pontot fog szerezni, csak érte. Elég megy, akkor 9. leszek. Igen, figyelj, semmiképp ne törd össze, mert csak úgy kapsz teljes pontokat, hallod? Gurulj. Tudom. Meg kell gurulnom. És hát korulok éppen most, mert kaszinónál voltam. Kimbo is elhagyta a versenyt. Ő is kiesett. De őt mintha csak a szerver dobta volna le. Kimaradt izén intereken, visszavettem a körömet is már 2 körrel ezelőtt. Ez a verseny bármilyen is a mezőnyek brutális önfejlesztés, és ez az, amit nem látnak a többiek. Feladják, összetörik. Ez nem egy sprint, hanem egy maraton. Nagyon sokáig koncentrálni kell. Ez
És ha bárki most nem ért velem egyet, akkor az a tényekkel nem ért egyet. Ha bárki lebecsüli egy ilyen versenynek a fontosságát. Feljöttél, hogy ismét. Hozhattál volna egy sokkal kevesebb üzemanyagot. Azt tudod, hogy most már 4 körrel rövidebb lesz neked a verseny. Kevesebbet is hoztam. Mennyit? 74 körre hoztam, de már így is plusz másfélben vagyok. Aha. Left of this rain, then we think it's going to dry up. 10 minutes. Akkor nem is hallottad a verseny elején, mint mondtam, hogy kezdődött a futamon, mint Szingapur. Nem. Ledúrták a diffúzónomat mindjárt rajt után. Az első kanyarnál. Oké. Okay. Most is sérül? Persze. Nem tudják megcsinálni verseny közben. De látod is a jelet? Persze, sárga. Így van, citromsárga. Olyan jó lenne, ha oxigén félre állna, hiába gozd. Borzasztó idegesítő, amit csinál. Jó, megvan a mindenkinek, kört adtam. Attila félre áll. Hát. Nagyon idegesítő, mert hiába gozd, nem látsz tőle semmit. Így van. Szólok Kimbónak, hogy ezt írja be a szabályzatba. Álljanak félre a legkörülöttek. Biztos, hogy már újra jobb az Inter, ki is megyek Interért. Thank you.
perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Velem? Persze. Én már telintenek ér én is. Got a lot of spare energy, okay to use your overtake button. Drying out quite soon. Be careful you don't burn out your tyres.
A dobogósokon kívül már mindenki kettő kört kapott. Nézzétek meg, milyen közel engedem folyamatosan a falakhoz. Már rég élményre autózhatnék, és nyomom amennyire csak lehet, mintha minden körben egy időmérős körben lennék. És vágok, és koncentrálok, és rotálom a kocsit, és bele kell kormányozni, adagolom a gáz, nyomom az ezt. Szentízem a féktávot. Különösen ezen a gyors részen látszik. Nézzétek meg. Hogy jövök el. Úgyhogy másfél órája versenyzek. Vezetek több mint egy körrel. Ez az, amiről beszélek, hogy nem csak az ellenfelei, hanem saját magam is saját magam ellenfele vagyok, és próbálok folyamatosan egy 20 alatti köröket venni. Ez a mentalitás, ami muszáj, hogy benne legyen. Minden e-sportolóban is. Nem csak bennem van meg. Legjobbak ugyanígy lennének vele. Ez a különbség egy e-sportoló meg egy hobbista közt. Hobbista. Meg persze a tempó. Vagyis nem is hobbista, hanem vágyakozó közt, mert sokan vágynak az e-sportra, de persze azt nem teszik meg, hogy egy ilyen ligára gyakorolnak, mert lebecsülik. Azt mondják, hogy csak 100 euró meg, nem gyakorlok rá, akkor mi a fenét csinálsz? Helyette. Nem csak akkor kell teljesíteni, amikor tétverseny van, mindig teljesíteni kell. Jelenleg itt tartunk, hogyha most Sipos Patrik itt lenne a szerven, ugyan itt lenne, mint én, lehet kicsit előttem, lehet kicsit mögöttem. Itt tartunk. Hogy most fogom a második körömet adni a mezőnek. És remélem, hogy néhányan, akik elsportba akarnak lenni, meghallgatják és elgondolkodnak. Mert engem szígyatok, hogy unalmas a versenynek, hogy közlük őre, szígyátok őket. Ugye 20 fős mezőnyben 7-en vagyunk. Aki ma ez sok pont lesz, csak ér be. Tényleg, semmit ne centíz, mint én. Legyen nekem nagyobb esélyem, hogy kiessek mindeket. És tudjátok, azért van ilyen hangvételem, mert én szurkolok a magyaroknak. Na, szeretném, hogy jobbak legyenek, bár azt még nagyon igazságtalannak érzem, amikor kapom, sorra kapom minden héten az olyan kommenteket, hogy ilyeneket kapok TikTokon, hogy saját nézőid elvernek, meg hogy nem olyan jó a gyerek, csak felszerelés miatt jó, vagy szerencséje van, vagy olyan hülyeségek. De hajrá! Eddig a Team Ligában az összes futamot megnyertem. 100% az a távolság, ahol kijön. Pedig az egyiket az utolsóról kezdtem. Hát igen, ott nem is vettem részt, ott nem tudok nyerni, amikor elment az áram. És ha ott nem megy el a rohadt áram, akkor most vezetnénk nagyon sokkal a bajnokságot. Mert akkor a többiek se kaptak volna 25 meg 18 pontot, hát tudod, hanem. Na jó. Abba kell hagynom az ERC nyomkodását. Újra kell tölteni. Jöjj, igen, ha mindjárt felszállod a pályán. Igen, 100% ERC-t akarok.
De médiumot rakok fel ugyanúgy. Megheted, hogy a végén felrakod a korsó körre ezért. Igen, ha nem lesz meg, akkor felrakom. Sőt, valószínűleg így is felrakom. Kivéve, ha amiatt nem adnék mindenkinek két kört. De rendes. Hát csak tudod, érezzék, hogy én törődöm velük. Tisztelem őket. Én azt, amit előbb mondtam, hogy építőjelegiként mondtam mindenkinek, hogy félreértsétek. Szeretnék egy kicsit példát mutatni, és szeretném, hogy realizáljátok a valós helyzetet. Úgy vagyok vele, hogyha valaki már időt tölt egy játékkal, akkor játszunk rendesen. Ez a rendes, ha felkészült, vagy kitartó vagy. Próbáljuk mindig magunkból kihozni a legtöbbet, akkor is, ha egy perccel le vagyunk maradva, vagy akkor is, ha egy perccel vezetünk. És az élet minden területén, nem csak az F1-es játékban. Úgy zsibbadom úgy a lábam. El nem tudnám mondani neked. Jó neked. Tehát neked még nagyobb fájdalmaid vannak? Nem semmi. Hát akkor miért jó nekem? Hát figyelj, én dolgoztam egész nap. Jó. Akkor mégis van valami fájdalom, meg fáradtság legalább. Hát fáradt ők, azt érzem. Én 4:50-kor keltem. Igen, ez komoly. És nem érdekel, hogy ilyen szerencsétlenül, akkor is végzik megyek. És látod, milyen eredménye van. A verseny felénél, amikor sokáig voltál 11-dik, azt mondod, hogy kiesel, vagy podcastos feladat, és 6 pontot fog szerezni, minimum. De tajnap és 11-dik lettem, adottam fel az utolsó pillanatig sem. És ez a lényeg ennek a ligának. Azért Iron Man, mert a kitartó vasembereket díjazza. Ki lehet már menni a boxba, mert hogy Jeff nem szól, de a pálya... Engem most hívott a boxba. Jó, pálya ránézésre full száraz. Van szánysérülésed? Nincs. Akkor kimegyek mögötted. Kb. 10 másodperccel vagy előttem. Szóval így már jó lesz. Szerintem is úgy voltam előtted, aztán mégis. Hát de előbb szánysérülésed volt. Arra láttam. Tessék? Nem csak szánt. Volt egy összeges könyv, amit le kellett töltene. Jó, értem! Azért vártam akkor évszázadokat. Igen, azért. Az nagyon komoly volt. Hallott, 10 másodpercet ott álltam a Kimó. Az mekkora volt. Most csak egy plusz 1-2, benn vagyok. 2 másodpercet buktam. Ez rendben van. Fel fogom hívni a barátnémet minél. Úgy futam közben? Igen. Mert még lehet, hogy ott van a rendelőben, aztán majd el kell mennem érte. Ha nem hívom fel, mindegy, majd megoldja. Ha ott lesz, akkor úgy is megvár, ha nem, akkor meg hozzam még hamarabb. Nem is használok el ezt, majd az utolsó körbe ki fogok állni fixen lágyra, az a biztos. Ki kiesett? Csak az a jó tudod, hogy ebben a játékban nincs benne, hogy visszavehetik a kört.
az emberek. Szóval most már bejön egy safety car, akkor is körelőnyben leszek. Na, aki ma 8 pontnál járunk, ha majd amikor utoléred. Két kör. Igen, mert nagyon elkezd tapadni a pálya, ilyenkor szárazon hirtelen. Aztán gondolom hamarabb befordulnak. Hihetetlen, én már most ide első szektoron vagyok, úgyhogy nem is nyomtam erszet, úgy tapad a pálya. Jó, de könnyebb is az autó. Hát igen, meg azonnal felszáradt. Tudod, mi a nagyon komoly? Hogy... Én... Ja nem, nem komoly. Nem eshetek ki az utolsó körben. Pont azon gondolkodtam, hogy kieshetek-e az utolsó körben. Tudod, ott megpróbálom a leggyorsabb kört. Tegyük fel, hogy kiesnék, akkor is nyernek, de nem eshetek ki. Amíg nem érsz be, nem eshetsz ki, mert... Visszaveszik a köröket, azt újra kell. Hú, de durva tapadás van. Nagyon figyelj. Nehogy egy gyors kanyarba korán befordulj. Utolsó kanyar is para. Ilyen nincs, bakker. Mi történt, Akimó? Szerinted? Hát de mi? Akimó! De már teljesítetted a 75%-ot, meg fogod kapni a teljes pontokat. Hát De attól még jó lett volna beérni, de hát mondtam, hogy ne kockáztad. Végig akartam menni, nem kockáztattam. Hát de nem mondtad, hogy egy felvezető körön kiesel. Úgy kéne, ilyen felvezetőkörön. Hát úgy kéne menni, mint egy felvezetőkörön. 10 másodperccel lassabb, annyival lassabb. Csak gurulni hátradőlsz, fantáziálsz, hogy hova mész kirándulni a családdal, mi lesz a holnapi ebéd, és nem is nyomsz padlógázt. Ide. A leggyorsabb körünkhöz képest az első szektorban fél másodperccel lassan voltam. Az azért nem sok! A leggyorsabb körömet nem most futottam. De a leggyorsabb körömet nem most futottam, ezelőtt 30 körrel. És hogy? Elment a hátulja? El, igen. Akkor viszont azt kell mondjam, rossz a pedálod. Tisztítsd ki, vagy... Négyesbe gyorsít, mondtam, hogy sérültödik húzom. De ne! Rossz a pedálod, az a Fanatec pedál beérzékel nagyobb gázt, lehet észre sem veszed és... Nincs Fanatec pedálod. Akkor bármilyen pedálod van, mindegy, csak azért mondom, hogy Fanatec, mert hogy nagyon sokszor azok romlanak el. Valószínű az van, hogy koszos a potméter, nyomod a gázt és egy pillanatra beérzékel mondjuk 80-100%-ot, még akkor is, amikor te mondjuk csak fél gázt nyom. Érted, nekem volt ilyen.
és ilyenkor kontaktsprayt kell ráfűni, meg kitisztítani erre az érzékelő részre. Mert ezt nem akarom elinni, hogy te hibád. Mert nagyon sokat körözöl, a lábadban teljesen benn van memorikusan, hogy mit kell csinálni, nagy a tapadás. Nem akarom elinni, hogy nagyobb gáznyomtál. Ez szerintem nem a te hibád. Elmondásait szerint így biztos nem. Olyan nincs, hogy óvatosan mész és kiesel. Figyelj, gyakorlások a kaszinó bejáratnál. Kicsit finoman ráléptem a gázra, hogy elkezdett gyorsítani, és megcsúsztam. De olyan szinten, hogy megfordult hát az a... mondom, akkor rossz. De ezt úgy tudnád a legkönnyebben észrevenni, ha belépsz a driverbe, nyomkodod egy 10-20 percig a pedált, mintha vezetnél, hogy csak ilyen félgázokat adsz, meg nyomsz egy teligázt, visszaemelsz bele, és látni fogod, hogy simán megy a szám, vagy ugrál. Vagy ha lenne felvételed, onnan is meg tudod nézni. Hát, nincs, akkor nem is indítottak. Onnan is meg tudod nézni a zöld-piros csíkról. Mostanában rengeteget... Bár lehet, hogy neked nincs meg a 75%. Hányat? Hány körig jutottál el? Ott vagyok. Hát de én vagyok a 68-ban. Nem van így elej. Minusz 4. 67-hez képest minusz 4. 4-et kaptál, akkor 62, az meg lesz, jó. Már a 65. körtől minden megvan. 59 is szerintem még megvan. De a race directorban láthatod. Az a hudik körben. Jó vagy. Hú, akkor a 60-adikat még nem fejezted meg, 59-et teljesítettél. Írd már be azt, hogy 59 per 78 a számológépen. Az mekkora szám? 0 egész mennyi? Bocsánat, igen, jól mondtam. 9 és fél kör, 1, 25 százalék, tehát. Ott a 39 kör fele, akkor 57 és fél százalék. 57 és fél kör, bocsánat. Jó. 75 százalék. Jó. Hát várjál, de ilyen. Ez a 9 és fél, akkor ez 39. Ez 58 és fél kör. Mindenképpen figyeld majd a pontállásban. Most nem tudom hány pontunk van, de nézd meg, hogy majd hánynak kell legyen, és hogy megkapjad ezeket a pontokat. Hát igen, Timbo úgyis csinálni fogja, tehát... Azért gondolom, jobb lett volna a száj is a befejezet. A pedáljaidat próbáld megjavítani. Igen, jó lett volna. Hú, már én is annyira fáradt vagyok. Pedig én nem dolgoztam napközben, csak edzeni voltam, meg voltam egy tárgyaláson. De hát az nem olyan munka, amit te csinálsz. Én nem is kellett korán kellene. Én aludtam vagy 10 órát. Te meg aludtál 6-ot, ja. Mert hogy tegnap este fent is voltál velem. Hát azért aludtam 6-ot. Így van. Egyébként 51 pontunk van a Ferrari-nak meg 64. Te figyelj, a Norbit már megelőzted, vagy még nem érted utol? Norbi azt kiesen tűnöztük, nem is tudom mikor egy. Hát igen, csak visszavetted tőled a köröket? Persze, Norbit igen. Norbi, én hatodik helyen estem ki. Most már ja igen, most már csak öten vannak, bár mert te nem vagy itt, ha értem. Az jó, az 8 pont, akkor mi mennyit fogunk? Számolj az, hogy megfutom a leggyorsabb kört, 26 plusz 8, 34. 34. Ez 85. A Ferrari megszerez kelek 10 pontot, tehát lesz 74 pontjuk. Pedikém, itt vagy a live-ba. Látom az órán is, amit írsz, hogy szólok. Vagyis, ha sokszor leírod ugyanazt, akkor talán látom. Mi az? Barátom, ír órán.
De ha nem olyan, akkor inkább írd le kommentben, mert az megmarad. De barátnőm is írt, csak azt nem tudtam elolvasni, Peti. Sárinak jó? Amit beszéltünk? A mai nappal kapcsolatban? Arra így egy igen nevet inkább. És arra, hogy hárman megyünk, igen nem. Közben már tárgyalom az esti programot a barátommal, ahogy hallhatjátok. Ezek a mai fiatalok ilyen későn élnek. Á, lemondtam arról, hogy 2 kört adjak mindenkinek. Még Zazát le tudnám körözni, ha megnyomnám. És nem állnék ki, mert itt van előttem egy 8-10 másodpercre. Körönként adok neki 2-t, de most már én is elfáradtam. Réki be is írta a chatben, hogy 0,756 ezret. A versenytávon is megtettem. Nem értem. 756 ezred a versenytáv, amit megtettem ugye az egészhez képest. Tehát 75,6%. Értem. Hogy fog tapadni a végén a lágygumi, mint az állat? Mennyi az idő? 10:08. Akkor most... Ez a reduce safety car, ez már csak akkor jön be, ha tömegbaleset van. Ha egy-egy ember kiesik, akkor nem jön be, mint látjuk. Egyenre tömegbaleset. Hát most már nem lehet, de ha az lett volna a rajtnál. Hogy mondjuk 3 autó ugyanott kiesik, akkor bejön. De most egyel kevésbé érzékeny fokozatra van állítva a safety car. Az első 3 futamon átlagosan 8 darab safety car volt futamonként. Itt meg most egy se jött be pont Monakóban. Mert egyel kevésbé érzékeny fokozatra vettük. A Codemasters az elég a végletekben látja a világot, hogy annak örültünk volna mindannyian, ha mondjuk a 8 helyet bejön 3, 2, vagy 4, nem 8. És egyet állítasz az állítón, és hirtelen 0 jön be, ez olyan érdekes. Fasza vagy. Peti. Nem tudom elolvasni, amit írtál, az a baj, túl hosszú. Te elolvasod, amit írt a Peti? Barát, Szilágyi Péter, aki mond. Mit írt? Hallod, kiesett még egy ember, aki mond. Csongor. Ezt is megelőzhetted volna. Fordítom. Most végeztem edzéssel, leadtam a tárgyát, megyek haza főtő, stb. Akarsz bent venni valamit, vagy egyek otthon? Egyél otthon, de én fogok enni, de te tudsz újra enni, mert neked a gyomrod egy üres pokol. Akkor olyan, mint az enyém. Én biztos, ami biztos, mert kimegyek most a buszba a leggyorsabb köréért, most baj nem történhet abból. Hát a tévé leggyorsabb köré is úgyis. Igen, csak simán elvehetik tőlem. Azért, ha valaki... Ja, Attila egy tizeddel hát van mögötted. Igen, csak tudod, lehet, hogy ő is kiáll a buszba, de így el is veszem tőle a kedvét, hogy kiálljon. Okay, that was a fairly decent stop, well within the times we expected. Oké, 4 ember versenyben. Ember. Szép lassú kivezetőkört megyek.
Tehát neked mindenképpen figyelni kell a hátsó keréket. Igen, nekem figyelni kell. Hoppá. Már most, hogy bemelegedett, ez nagyon komoly. Tehát fel egy szárnya. Igen, itt van terhelés rendesen. Ideális gumimelegítés. Akkor srácok, láthatjátok, hogy 1 óra 40 perc vezetés után Monakóban milyen körre leszek képes, meg ugye előtte így gyakoroltam fél órát, szóval én most már Monakóban körözöm 2 órája. 2 wardingom van. Nagyon szeretném büntetés nélkül is befejezni a futamot. Sikerült összeszedni a 3 szeket. Na és akkor menjünk. Igen, érős körben a szóban. Jó volt, nem mertem annyit vágni, hogy inkább legyen érvényes, mint hogy vágjam, mert ezen kívül már csak használt lightgumim van. De benn vagyunk 10 alatt. Na, ez jó. És már túl is melegedett a gumi. A sikámban azért maradt 2/10. Ott vághattam volna többet. Jó, későn fékeztem, meg elnyomtam előtte az overtéket. De mindegy, ezt már nem fogják megdönteni, ez korrekt kör volt azért. 10 másodperc alatti kör. Ha most nem jön be a pillanatokszba, és pedig nem jön be. Akkor nem fogja megpróbálni. Hát ezt próbálgathatja, én azt mondom. Akkor ő is kiesnek. Szerintem látja, hogy inkább okosabb célba érni. És gondolj bele, ezért is megéri jó versenyzőnek lenni, mert én most 3 perccel hamarabb belindulhatok a barátnőmért. Most Attila barátnője, ha rajta múlna, még 3 perccel többet otthon vár és unatkozik, és mérges lesz rá. Ezt majd ő is az én DM-jeimbe csúszik bele. És mondja, hogy velem akar inkább összeérni, mert nem akarja megvárni ezt a plusz 3 percet. Okay, this is your final lap of the race. Utolsó kör, srácok. Nem fogunk semmi driftet meg őrültséget csinálni. Tiszteljük az ellenfeleket, tiszteljük a karmát. Nem fogunk tolatva célba érni. Egy rendes, nyugodt utolsó kört megyek. Hallom Christian Horner szavait. Csak legyél óvatos, csak hozz célba az autót. Célba is fogunk járni, és be is fogjuk hozni. Egy kis Max Verstappen és Power Slide az belefér. Minimális oda a kiáratra. És innentől ezt nem verti el tőlünk semmi. Srácok. Köszönöm volt, köszönöm szépen.
akkor a Ferrari-nak 12 pontja lesz. Hátra 6 pontjuk lesz. Nekünk? Nekünk. Na srácok, remélem tetszett ez az adás. Remélem azért értékelitek, hogy ilyenbe is részt veszek, közvetítem. Nyolc van itt. Rányi Peti írja, hívjad majd, ha végeztél. Tudom, nekem is írtam. És újra esik az eső. Nézd meg, hány szót voltak a Fox 9-et. Srácok. Ez korrekt volt. Oh. Ezt lefotoltam. Na jó van. Jó éjszakát, srácok, még ha valaki elfelejtette volna a lájkot, akkor azt csapja meg. Átöltözöm. Megvárom, míg a... begyűjtöm a lájkokat, ha bárki még írna valami kérdést, vagy kommentet, vagy kiemelt üzenetet megteheti, aztán megyünk aludni, én meg megyek be, találkozom kettő barátommal. De verjétek meg a lájkot, amíg átöltözöm. Jaj! Meghúzott a gravitáció a föld felé. Ez olyan, mintha úsztam volna néhány órát, és utána először állok talpon, vagy mikor az űrutazók hazajönnek, és a földi gravitáció miatt elesnek. Jaj. Ott lesz még.
Itt vagyok, srácok! Mit írt a kis Attila, Akimo? Várjál, nem hallak még. Zaza, nem mondd azt, hogy soha. Na várjál, Akimo, itt vagy még? Halló? Halló? Hova mentél? Elment. Sziasztok! Legelső F1-em 2007. Mondtam, hogy válaszolok kérdésekre. Elzsibbadtam? Igen.